A Székely Dédunokák társcsoportja is bemutatkozott a Művelődési Házban tartott rendezvényen, amit az Anyateljes Táplálás Világnapja alkalmából tartottak Bátaszéken. Hellingerné Fehérvári Márta, területi és iskolai védőnő elmondta, évtizedek óta minden évben megrendezik ezt az eseményt. Nagy műsorral készültünk, ez már nyáróta szerveződik, az idén még több lendülettel készültünk rá, saját készítésű ajándékunk van az anyukáknak, a szoptató édesanyáknak, és meghívott vendégeink vannak, a helyi kis néptáncos csoportok, óvodások, kisiskolások érkeznek hozzánk, és előadják a kis műsorukat, és így is színesítik ők Bátaszék életét, és így bemutatjuk az anyukáknak, hogy a felcseperedő gyermekeik miből válogathatnak. Ezért ez egy olyan esemény szokott lenni, mi védőnök nem sok eseményt szoktunk így ilyen nagy városit rendezni, de az Anyateljes Nap ez egy várt esemény nálunk, úgyhogy igen, és lelkesen eljönnek, és örülnek neki. 75 meghívott gyermek van, családdal, édesanyával, nagypapával, akit ugye hoznak. Most a betegségek miatt kevesebben jöttek el, úgyhogy jelenleg olyan 30 gyermek van itt a szülőkkel, valamint a fellépők. Mindenki szeretné a gyermekének a legjobbat megadni. Ugye tudjuk, hogy az anyatej nagyon fontos a fejlődésünk miatt, és akkor mi védőnök pedig próbáljuk ezt preferálni, hogy elsősorban ugye az anyatej a legfontosabb és a legjobb táplálék a gyermeknek. Wettstein Ildikó a szerencsésebb anyák közé sorolja magát, hiszen mindhárom gyermekét tudta anyatejjel táplálni. Van három gyermekem, egy 12 éves, egy 4,5 éves és egy 1 éves 3 hónapos. Mind a hármukat tudtam hála az égnek szoptatni. A 12 évesemet 8 hónapig, a 4,5 évesemet 9 hónapig és őt meg 10 hónapig. Természetes. Tehát szerintem ez a legfontosabb, hogy természetes. Elég sok problémát hallok így, akik nem tudnak, vagy nem tudnak szoptatni, ugye, hogy például a tápokat nem fogadják úgy a gyerekeknek a szervezetük, tehát van, akkor már az 5. tápot próbálják, és még az sem sikerül. Nagyon jó, hogy ugye itt van a doktor úr is, és mindig tájékoztat minket, és mindig újra elmondja ezeket a fontos dolgokat a szoptatással kapcsolatban. Az is fontos, hogy fölhívják a figyelmet rá azért, tehát jó, hogy van ez a rendezvény, mert így azért fölhívják a figyelmet ennek a fontosságára. Az esemény meghívott előadója dr. Kun Attila szülésznőgyógyász volt, aki elmondta, az anyatej nem csak táplálék, hanem az első számú védelmi vonala a gyerekeknek. Anyatej, élet, erő, egészség, és ez nagyon, de nagyon fontos az újszülöttek számára, hiszen a legoptimálisabb tápanyagot tartalmazza, és nem csak mint fehérje, szénhidrát, zsírként kell nézni, hanem az anyatej az sokkal komplexebb összetételű, tele van ellenanyaggal, tele van sejtes védekező rendszerrel is, és ami átjut az újszülöttbe, és ezért szokták mondani, hogy az anyatej az első védőoltás, és ezt nem szabad kihagyni, és itt van nagyon nagy jelentősége az aranyórának, az első órának, amikor már megpróbálják az anyukát hozni a újszülöttet, és lehet látni, hogy már itt az első percektől kezdve nagyon jó kapcsolat tud kialakulni anya és gyermek között. Az anyatej az a szellemi fejlődéshez, meg az érzelmi fejlődéshez is nagyon nagy jelentőségű, hiszen kimutatták, hogy azok a gyermekek, amelyeket szoptattak, tehát intelligenciájuk is sokkal, de sokkal jobb. Többen vannak azonban, akiknek nem indul meg, vagy hamar elapad a teje, így kénytelenek a tápszerhez nyúlni. Kun Attila azt is elmondta, mit lehet tenni a megfelelő tejmennyiség termelődéséhez. A legnagyobb probléma a tej beindulása, és a tej beindulásához a mell kiürülése a legfontosabb. Tehát akkor tud jobban beindulni, akkor
tart sokáig a szoptatás, hogyha az újszülött az tényleg kiszívja, és nem kell úgy csinálni, hogy csak egyik szoptatás az egyik mell, másik szoptatás a másik, hanem igenis mind a kettőből, és nagyon fontos például az utolsó cseppek is, mert abban van a legtöbb jó dolog, tehát ebből következik, hogy meg a tejtermelődésnek a fönntartásához kell az, hogy kiürüljön a mell, mert ha nem ürül ki, akkor leállhat a tejtermelődés. Hála Istennek azt lehet mondani, hogy mind az újszülött osztály, mind a Magyar Hungarikumnak nevezhető védőnő hálózat nagyon nagy segítséget nyújt a szoptatásba, és a statisztikai adatokat nézve Tolna megye, tehát Dél-Dunántúl elég jó helyen áll a szoptatásban, hiszen a WHO-nak is a célja az, hogy minden újszülöttet fél éves korig csak kimondottan anyatejjel tápláljanak, és azt is lehet mondani, hogy az anyatej bizonyított, hogy az bőven elég, nem kell pótolni se forralt vízzel, se tejával, mert az anyatejben minden benne van.